A szokásokhoz híven Tolna vármegyei diákok is részt vesznek országos szakmai versenyeken idén is. 32 szakmában 317 résztvevő jelezte indulási szándékát. A verseny január 8-án kezdődött, Tolna megyében összesen január 23-áig 276 versenyző fejezte be a dolgozatának a megírását 30 szakmában. A dolgozatoknak a megtekintése február 7-én történik itt a kamarában, azoknak a verseny szakmáknak, amelyek papír alapon történtek. A szakmáknak a nagy része azonban most már online felületen zajlott, ha ezt Tolna megyére tekintve nézzük, akkor 9 szakma történt papíralapon, 9 szakmában írták meg papíralapon a dolgozatot, illetve a további 21 szakmában online verseny során mérettették meg magukat a versenyzők. Az online versenyek a Tolna vármegyei szakképzési centrum iskoláiban zajlottak. Minden szakma dolgozata tartalmaz elméleti és gyakorlati kérdéseket. Ezeket kell megoldaniuk a gyerekeknek. Azok a versenyzők, akik a területi előválogatóba 60% feletti eredményt érnek el, ők az egyik szakmai vizsgamodul alól felmentést kapnak. Ez minden esetben az intézményvezetőnek, illetve az intézménynek a döntése. Az a versenyző, aki szép eredményt ér el, 80, akár 90% feletti eredményt, ő tovább juthat az országos előválogatóba. Aki az országos előválogatóban továbbiakban is szép eredményt ér el, tovább jut a szakmák magyar bajnokságára, a Szakmasztár Fesztiválra, amely Budapesten lesz megtartva 2024 áprilisában. Tolna megye ismét megkapta a lehetőséget, hogy közel 400 diákot fel tud vinni erre a rendezvényre. Általános iskolás és középiskolás diákokat viszünk majd a kamaránk segítségével a Szakmasztár Fesztiválra. A verseny több mint 20 éves múltra tekint vissza. Tolna megye azóta képviselteti magát, amióta igazság szerint ez a verseny létezik, hiszen minden esetben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a keretén belül zajlott, és azóta pedig ugyanúgy a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is képviselteti Tolna megyének a szakma legjobbjait. Az elmúlt években a helyi diákok több nagy sikert is elértek. A tanácsadó bízik benne, hogy idén is hasonlóan eredményesek lesznek a tanulók.